ez egy dominikai csokoládé, és ez már gyakorlatilag más kakófajtából készült. Úgy hívják a kakófajtát, vagy magát a típusnak hispaniola. És ez nagyon magas savtartalmú kakófajta, és nagyon gyümölcsös. Jellemzően a pasió gyümölcs, mangó, sárga barackos karaktereket hasonlít, és ehhez sincs vanília hozzáadva, egyszerűen ilyen magának a kakaónak az íze. Még jobb. Nem, nekem az előző jobban tett, ez a kesern is. Hát gyakorlatilag így néz ki, tehát igazából nálunk sokkal fontosabb az, hogy milyen maga a termőhely, és milyen maga a kakófajta, mint az, hogy most mivel van ízesítve. Alapvetően ugye a tömegtermelésnél ugye mindig van egy alapcsokja, aminél uniformizált ízű, és azt ugye valamivel ízesíteni kell, hogy valami lehessen belőle. Nálunk nem, nálunk fontosabb az, hogy a kakó jó ízű legyen, és abból készítik a csokoládét.